ezúttal is a kényszer gondolatok és a determinizmusok világában kalandozunk. Azért nyilvánvalóan az nem kétséges, hogy az Oszi is, meg én is számos súlyos kényszer gondolattal, meg kényszer cselekvéssel vagyunk sújtva. Konkrétan az Oszi az egy komplett blogbejegyzéseket írt tele a saját kényszereivel. Ezek nem, és úgy gondolom, hogy ezek nem ritkák. Hát, hogyha a saját kényszereidet szeretnéd megosztani velünk, ezáltal mint egy kicsit komfortosabban érezd magad, akkor azt megteheted a 06302010909-es SMS számon. Véletlen sem mi érezzük magunkat komfortosan tőle, igaz? Hanem ez, majd ő fogja jól érezni magát, mi elolvassuk, és hogy jaj, de jó, hogy van nálam kreténebb. Na igen, de persze az is küldjetek. Lehet. Küldjetek! Igen, de az is lehet persze, hogy attól, hogy megírod nekünk a kényszeredet, attól úgy érzed, hogy kicsit megkönnyebbülsz. Persze az is lehet, hogy kialakul egy új kényszer, mégpedig az, hogy írj nekünk a 0630-2010-909-es SMS számra. Persze az is lehet, hogy ez is egy új kényszer, hogy nekem be kell olvasnom újra meg újra a 0630-2010-909-es SMS számot. Milyen számot? A 0630-2010-909-es SMS számot. De nem tudom félbehagyni, mert akkor a világ az megsemmisül, az univerzum. Szögezzük le, hogy semmilyen anyagi érdekünk nem fűződik az SMS kapáshoz, egyszerűen jól esik a véleményetek, és nagyon sok esetben rengeteget hozzátett. De valójában arról hát van... Én szétrögtem magam az SMS-eken pénteken is, meg kedden is. Valójában arról van szó, hogy csodálatos kapaszkodó nekünk az SMS szám, amiben bele lehet kapaszkodni, mert azt felolvasod, az, ami biztos. Tehát ugye, az, ami nem kétséges, hogy felolvasod az SMS-t, abból baj nem lehet. Amiatt itt mi semmiféle elmarasztalást nem fogunk kapni, se az SMS falról, se a főnökeink részéről, se honda, még a lelkiismeretünk is. Olyan műsor, amiben kizárólag SMS-eket olvasnak be, egyen önök kértékszerű, vagy lehetne, lenne, olyan, ha nem lehetne be? Olyan műsor, ahol kizárólag SMS számot olvasnak be, de az SMS-eket nem, mert minek? Lehetne egy nagyon hosszú SMS szám akkor, mondjuk pi. Önkényes mérvadó. Frontális megmondás Puzsér Róberttel és Horváth Oszkárral minden hétköznap 3-tól 4-ig a 90.9 Jazzin. Még